Na, sziasztok! Ismét egy VS játékkal vagyunk itt. Beveszem a gyógyszeremet, pillanat. Jó, ismét köszöntök mindenkit, én Alex vagyok, és ugye, ahogy mondtam, VS játék ismét. Most Freddy vs. Super Alex 0102. Szóval igazából ez a játék, aki nem tudná, arról szól, hogy egy kamera... biztonsági őrök vagyunk, ugye? Egy szobában ugye a kamerákat figyeljük, minden nagyon jó. És akkor ezek a babák, szerintem, elkezdenek úgymond életre kelni, ugye azt nem tudjuk pontosan, hogy miért, de... csak úgy elkezdenek, tudjátok. Én lejjebb veszem még a hangot a játéknak, mert nem hallok igazából semmit, és félek, hogy nagyon halk leszek a videóban, amit nem akarok, szóval pillanat, megnézem. Na, vissza is jöttem, teszteltem, most jó a hang, meg én, ugye, úgymond a... na, értitek. Szóval, nem játszottam még ezzel a játékkal, mindig is ki akartam próbálni, most eljött az idő, kipróbálom, igen. Nem eszem, mint a Slender, szóval szerintem sokkal ijesztőbb ez a játék, legalábbis amikor néztem videókat róla. Még azt el tudod mondani, hogy mikor fognak eléd ugrani, szóval annyit el tudsz mondani, de azt nem tudod pontosan, hogy ki vagy, ki, vagy mikor, vagy mindegy. Na, azért, hogy kb. Tudod, hogy mikor, szóval nem teljesen, de kb. Tudod, mikor fognak eléd ugrani. Mindegy, igazából gondolom jó játékot akarunk kezdeni. Anyu! Keresek majd $100, oké? Melyek biztonsági őrnek? Mondom, hova egy pizzériába, ugye nem baj? És éjjel kell dolgoznom. Köszi, anyu! Na, megengedte anyukám. Na, ja, és elején ezt a tutorial, azt végig kell hallgatni, nem áll, azt anyja utánom ezt a tutorialt. Néztem pár videót erről, igazából. Jó, igen. Press and hold control, aha. Jó, kuss már. Hello. Hello. Most fogják, hogy azért fogom elbaszni, hogy a... Jó, meghallgatjuk először, amit ő mond. Jaj, pár embernek negatív ott a helye, mert hogy ha előzőnél, mert ugye ez a Five Nights at Freddy's 2, nem az első. A kettő azt tetszik nekem. Hogy lehet ezt levenni? Le akarom venni, ha-hó. Anyád. Jó, nagyon jó, ügyes vagy. Aha, jó, megvan, hogy kell. Aha, oké. Okay. Ah, és akkor ezt fel kell izélni. Ott egy köcsög. Azt hiszem az első, ami elkezd mozogni, nem vagyok teljesen biztos benne. De én úgy tudom, hogy az első, aki elkezd mozogni leginkább, az a... Most mondták, hogy miért kellnek életre az izé mobok, jó van, a mobok, állatok, jól nem hallgattak, nem mindegy. Aha. Szóval igazából azt mondja, hogy azért mennek más szobába, vagy azért kellnek életre, mert nem nincs bekapcsolva, vagy nem volt náluk bekapcsolva valami night mód, azaz éjszakai üzemmód.
És akkor ugye nagyon hal kezd lenni, akkor azt hiszik, hogy jó szobában vannak, és ugye megkeresik az embereket, azaz engem, vagyis a én irodámat, mert ugye itt vagyok. Ezt viszont nem hallottam, mit mondott. Nincsenek ajtók, amik be lehetne zárni. Igen, mert előzőben ajtók voltak. Ilyenkor mi van? Mi van ilyenkor? Jaj! Jó, az első éjszakát meg tudom csinálni. Anya béna, én se vagyok. Jó, leginkább ezeket a kamerákat kell figyelnem, azt tudom. Ugye persze meg ezeket, meg ugye közepet és ezt. Szóval annyira értek a játékhoz. Ugye, az első napban... Miért volt ez abban? Miért világít most pirosan? Na mindegy. Jó, ezek itt vannak, ez biztonságos, ha ott vannak. Ez viszont már nem tetszik. Ilyenkor kezdenek el mozogni valamikor, ilyenkor, amikor ilyen hangok vannak, nem? Ha? Szia barátom! El akarsz tűnni? Kopjál már le. Köcsög. Ajaj. Elromlott a középső kamerám. Aha. Hogy is kell tüntetni? El is felejtettem. Jaj, jó, vezük fel a maszkot. Szennyuszi. Jó, és az a bal fasz, aki ott áll, bazd meg, az a mi a faszomat csináljak amúgy? Jó, fasza, ezt is figyeljem, ne bazd meg. Nyugalom, én el tudom intézni itt a dolgokat, nyugi. Na, kapj le! Akkor ő kalapál, vagy... Na, kopjál már le, bazd meg, hát... Nem hiszem, hogy ilyen nehéz lekopni rólam, na. Nem vagyok olyan izé... Ó, Isten, ez nem jó. Az a baj, nem tudom, hogy hogyan lehet eltávolítani. Nem eltávolítani szó szerint, de... Fel kell vennem egy maszkot egy ideig, vagy mi? Mit kell csinálnom? Jó, oké. Eltűnt. Szerintem azt kellett csinálni. Igazából én amúgy ennyi a kamerákat nem fogom figyelni, a többi kamerát már jól tudom, azt nem is kell, igaz? Nem, hát, úgyhogy túlél, nem is kell figyelned ezeket. Jaj, szia, bazd meg. Jaj, szia, bazd meg. Persze. Hangokat nagyon kell figyelni. Igen. Hogy szerintem mindjárt izé... Ha jöttem 6 perces egy ilyen, nem? Kemény, amúgy tudom, mit csinálok én igazából ebben a játékban, mert több fele kell figyelni, ami én... Jó vagyok benne igazából több hely, ugyan dolog figyelésben. Gondolom egyre nehezebb lesz a játék, mivel ugye... gondolom itt van már. Aha. Anyád. Ja, várja, volt mindegyik izé más ember. Ki van ott? Let's party. Én nem akarok partizni. Na. Easy game, guys. Az első nap, éjszaka, bocs, megvan. Second night. És gondolom 5 nap van, ha már a játék neve az, szóval. Ezt tetszik ez a játék, ez mulatságos. Gondolom, amíg gondoltam, az első nap az nem lesz olyan nehéz, nem is olyan nehéz be volt. Na, Istenem, itt ez a balfasz. Inkább mondjad. Mondjad. Látjátok, hallgatom. See, I told you your first night wouldn't be a problem. You're
Those are from the previous location, and we just use them for parts now. The idea at first was to repair them. Ugye előzőben nagyon elhasználtuk a lámpát, na inkább azt mondom a lámpát, jó? Nem tudom kimondani, na. Szóval most spórolnunk kell. Most hát tudom mit kell csinálni amúgy. Ja most magyarázzál a dolgokat. Oh, ne Foxy. Vagy kit mondott? Nem hallottam, bazen, nagyon nem hallottam. Nem elgondolt. Kurva anyát. Igen, amúgy ha ezt nem izéljátok, akkor szopta. Akkor buktátok igazából, ha ezt nem mindappáljátok, vagy nem tudom sem. Mindapja. Oké, köszi. Na. Szóval, igazából ameddig nincsenek ebbe a kettőbe, vagy középen, addig biztonság vagyunk, igazából, őszintén bevallva. Hello. Az a ballonos sávó volt, mi? Hello. Mama vagy? Ó, szia! Te hiányoztál már csak. Nagyon menő vagy. Szia! Mondom, hogy hiányozol. Imádlak, tesó. Jaj! Aha, erről beszélt, erről a Foxyval. Mondom én. Jó, nagyon jó, háj! De Foxy! Hogy szeretjük egymásnak minden, de... Kurva anyád. Szia! Az itt csalás. De most ez a buzi jön, ahaj. Szóval hogy hívják ezt a izé karakter? Nem is emlékszem már. Szopac! Huhuhuhu. Ajaj, valaki jön megint középre. Nem tetszik. Hát kapja már be a faszomat, aki ott jön. Ó, Isten, te jössz bazdmeg már megint. Figyelj, előbb már próbálkoztál, jó? Eleget próbálkozol ma. Aha, de viszont te nem fogsz itt. Nem, nem, te itt nem. És akkor mit csináljak? Oké. Tudom, hogy szopatni akarsz. Mondom én. Háj, gyerekek. Nem vagyok olyan profi ebben a játékban. Meg kell valami azért, eddig jó haladunk. Vagy haladok, ahogy akarjátok mondani. Megint itt.
Miért próbálkozol ennyire? Na csak te jössz, bazd meg. Ahó, mehetsz. Kopj le. Köszi. Köszönöm. Oké. Vagy gondolkoztam, hogy melyik Freddy játékot játszam ki. Ugye eljöttem van 4 vagy 3, nem tudom pontosan. 4 inkább szerintem. Negyedik az nem tetszik annyi nekem, se a harmadik, nem tudom. Nem nekem való igazából. Ezt a régi klasszikus szeretem. Ha? Aha. Na igen, ilyenkor... A kurv anyádat, bazd meg! Háj, bazd meg, keci istenem, elbasztom. Hogy de miért kellett elbasznom? Jó. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Ilyen... Ez a... Bekaphatja. Nézzük, ott az a kis faszopó, ott, az a geci. Jó, hát tudom, egy kicsit unalmas volt az a videó, de az a baj, hogy ez olyan játék, ahol tudtam volna poénkodni, de nem tudom, így most komolyan vettem. Következőnek lehet még játszok ezzel a játékkal. Ha mindegy, ha elérjük erre a videó és 50 lájkot, akkor folytatom ezt a VS sorozatot, mert látom, hogy nagyon szeretitek, de tényleg... Én is szeretem csinálni, szóval folytatni is fogom. Ajánljatok valami következő fajta játékot, nem tudom, hogy mi legyen. Én arra gondoltam, hogy valami, nem tudom. Nem is tudom, hogy mi legyen a következő, szóval tényleg kifagytam az ötletekből. Ilyen Falloutot meg ilyesmit ne ajánljatok annyi, mert az ilyen végig kell játszani féle dolog, szóval én nem akarok sorozatokat ilyenből indítani. Én ilyen egyszerű egy részes dolgokra gondoltam. Lehet, hogy a következő az egy horror map lesz Minecraftban, nem tudom. Meglátjuk. Szóval mindenkinek jó éjszakát. És ti jól programozzátok be a babáitokat, hogy nehogy véletlen csendesen legyenek, és azt hiszik, hogy jó szobában vannak. És megkeresnek téged. Na, sziasztok!